Sajtótájékoztató keretein belül ismertették a szervezők a 48. alkalommal megrendezésre kerülő ikonikus nemzetközi kerékpárverseny az Alice Kabau Gemenc nagydíj részleteit. Szőke Gergő, a Szekszárdi Sportközpont igazgatója elmondta, hogy idén igazán nagyszabású és színvonalas rendezvényen vehetnek majd részt a kerékpársport rajongók, aminek része az is, hogy a verseny központja visszakerül a Béla Király térre, remélve, hogy az impozáns környezet és a kiegészítő programok sok látogatót vonzanak majd a jeles eseményre. Maga az idei év az kicsit jó magam részéről egy tesztév lesz, hiszen először szervezünk ilyen nagyon nagy szabású, nagy költségvetésű kerékpárversenyt. Éppen ezért bevontunk olyan korábbi versenyzőket, illetve versenyszervezőket, akik azért már részt vettek nagy versenyeken, akár mint kerékpárosok, akár mint szervezők. Arató Gábor lett a versenyigazgatónk, akinek a neve nagyon jól csengít Szekszárdon kerékpáros körökbe, illetve bevontuk a két kerékpáros egyesületet is, mind a Schneiderékféle Kerékpár Egyesületet és a Steigékféle Kerékpár Egyesületet. Én úgy gondolom, hogy ez is egy új dolog, mert ők azért a korábbi években nem szívesen vállaltak közös szervezést, viszont sikerült egy asztalhoz ülni, és nagyon pozitív a közös munka, tehát ki szeretném emelni, hogy mindenki megtalálta a feladatát, és teljes gőzzel készül a versenyre. Nélkülük biztos, hogy nem tudnánk olyan színvonalon megszervezni ezt a versenyt, ahogy szeretnénk. Illetve hát szeretném megköszönni Szekszárd városának, hiszen azért a költségvetés jó részét Szekszárd városa teszi a versenyhez, illetve a másik felét pedig a támogatóinknak, hiszen közel 30 támogatónk van. Idén szombat-vasárnap kerül megrendezésre a megmérettetés, azért, hogy vasárnap este, amikor a villanyfényes kritérium versenyre kerül sor, minél több szekszárdi jelen legyen és szurkolhasson a hazai résztvevőknek. Pont a nyaraló szezon közepére tettük a versenyt, ennek az az oka, hogy egyrészt hagyományosan mindig ilyenkor volt a Gemenc nagydíj, másrészt a nemzetközi versenynaptárba olyan helyet kellett találjunk, hogy nagyon nívós csapatokat tudjunk idehívni, illetve olyan csapatokat, akik esetleg még nem jártak itt Magyarországon. Idén 15 nációból 180 versenyző fog érkezni Szekszárdra, kísérőkkel együtt ez közel 250-300 ember, úgyhogy ennek azért elég komoly turisztikai értéke is van. Így a Magyar Turisztikai Szövetség is látott fantáziát a versenybe, hiszen a kerékpár, ami a tájegységeket is bemutatja, egy kicsit azért turisztikai jelleggel is bír, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy rajtuk kívül, meg mi szervezőkön kívül, tehát már közel mi majdnem 400-an leszünk, hogyha még kilátogat ugyanennyi szekszárdi és ugyanennyi szurkoló, akkor nagyon jól fog kinézni a Béla Király tére. A verseny két szakaszból áll majd. Az első július 16-án Pakson, az Ase csarnok közeléből indul. 13 órakor lesz a rajt. Várható célba érkezés Szekszárdon 17 óra fele várható. Vasárnap pedig a második szakasz 10 órakor indul Szekszárdról a Béla Király térről. A sárközi régiót, illetve Szálkát többször érintve 2 óra fele fognak beérni a Béla Király térre. 2-től 6 óráig délután tehetségkutató futamok lesznek, illetve utánpótlás versenyek, ez már a lezárt körpályán, és talán a hétvége fénypontja, a Pálinkás Csaba emlékverseny 19:45-kor fog rajtolni a Béla Király térről. Érdemes lesz kilátogatni, mert zenei fellépőkkel is készülünk. Idén a szervezők szurkolói zóna kialakításával szeretnék emelni a rendezvény színvonalát, így a Béla téren és a Szálkai dombtetőn a Mausz kápolnánál is várják a rajongókat, akik remek kilátással nézhetik végig az előttük elsuhanó 180 fős bringás menetet.